Itthon tegnap Budapesten volt a legmelegebb, 36 fokot mértek. Ma még tart a kánikula, hőség miatt figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat. A fővárosban már reggel 27 fok volt, aki csak tehette, az árnyékot kereste. Délután egy hideg front hozhat felfrissülést, mutatjuk a részleteket. Országosan 30 fok felett volt már délelőtt a hőmérséklet, a fővárosban pedig már reggel is 27 fokot mutatott a hőmérő. A munkába induló emberek a buszmegállók helyett, ha tehették, a legközelebbi árnyékban várakoztak a járatokra. A legtöbben a legszellősebb ruháikat vették fel, hogy még könnyebb legyen elviselni már a reggeli napsütést és a napközbeni 30 fok feletti hőmérsékletet. Tatabányán inkább alternatív megoldásokkal hűsítették magukat a járókelők. Jól fagyikat enni, dinnyéket, minél hidegebben. Nem is csoda, hiszen nem mindenhol kap az ember ilyen választékot a fagyikból, mint ebben a fagyizóban. Nagyon finom mango. Itt nem akármilyen kiszolgálást kaptak a hűsölni vágyók, ugyanis az eladó zsonglőröket megszégyenítő ügyességgel játszott a levegőben a jeges édességgel. Zalaegerszegen még a gyerekek sem mehettek ki a játszótérre a nagy melegben, így üresen álltak annak ellenére, hogy javában tart az iskola szünet. De nem csak a gyerekekre, hanem az állatokra is oda kell figyelni ebben a hőségben. Reggel meg este szoktunk elmenni sétálni, amikor azért úgy elviselhetőbb a meleg. Szolnokon az egyik legkellemesebb hely a park, és annak szökőkútjának környékén volt. Míg az idősebbek pihengettek a padon, addig a gyerekeket úgy kellett távol tartani a víztől. Nyíregyházán a város főterén a strandok hangulatát idézték meg, hogy aki nem jutna el a vízpart közelébe, az se szomorkodjon. Egy homokkal borított igazi strandröplabdapályát alakítottak ki. Nagyon tetszik nekünk, hogy a strand beköltözik a belvárosba, a gyerekek külön örülnek neki, úgyhogy mi minden évben eljönünk és megnézzük. Hát a vízben nagyon jó. Miskolcon a legtöbben az igazi strandokat választották a kánikulában. De jól is tették, hogy még most kihasználták a jó időt, ugyanis az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délutántól lehűlés várható.